elsősorban orvos szerettem volna lenni, az, hogy kutatással foglalkozom, az csak később jött. Harmad évben kezdtem TDK-zni, a kórélettan volt az első, ami úgy megfogott, a vese az nagyon érdekelt, a működése olyan összetett, meg logikus volt. Tulásai professzor úr tartott egy speckolt, több ilyen veseirányú kérdés volt, érdekeltek is, meg jól tudtam rá válaszolni, és tulajdonképpen ő hívott át egy induló kutatólaborba itt. Úgyhogy 20 éve működik nagyjából a gyerekklinikán egy kutatólabor, és én azóta itt vagyok. Úgy nézett ki, hogy amikor bejöttünk, akkor egy gép volt, és voltunk ketten, talán hárman, már a talán 30 fős a labor, 400 négyzetméteren van, akkor egy, ha nagyon akarom és erőltetem, két téma volt, ma körülbelül 8-10. Én magamat egy translációs kutatónak tartom. Én azért kutatok, és azokat a témákat szeretem, ahol azt látom, hogy az alapkutatási kérdés hamarosan klinikumi válaszhoz vezethet. Alapvetően az akut és krónikus vesebetegségekkel foglalkozik az egész csoport. Itt vannak kisebb csoportok, mindegyiknek más a mini fókusza, hogy úgy mondjam, az enyémnek elsősorban a transplantáció és a cukorbetegség. Több irányú a kutatás. Egyrészt azt szeretnénk, hogy ez a progresszió, ez az előremenetel, ez a romlás lassítható legyen, ez az egyik. A másik pedig új gyógyszereket, új kezelési móduszokat szeretnénk kidolgozni. Az apoptózis az folytatódik. Igen. Amióta a lendület pályázat van, azóta csak oktatok, meg amíg a harmadik gyerek nem született meg, addig ügyeltem is. Gyerekgyógyász szakvizsgám van. Szeretem, nagyon. Néha azt gondolom, hogy jobb lett volna el se kezdeni, mert így minden nap hiányzik gyakorlatilag. Nekem itt a gyerekklinikán mindig olyan szerencsés mentoraim voltak, akik abszolút támogattak. Soha nem volt olyan általam iniciált kérés, amire azt mondták volna, hogy nem. Én tulajdonképpen egy kicsit, mint a jó családba született gyerek, nem tudtam, hogy ez mekkora nagy előny, addig, amíg nem láttam más helyeket. Az, ahogy itt jobban kiterjed. Én nagyon fontosnak tartom ezt a hármas egységet itt, hogy gyógyítás, kutatás, oktatás borzasztóan boldoggá tesz, hogy nem öncélú az egész, hanem látom azt, hogy a következő generációnak mennyivel könnyebb bizonyos szempontokból, azért mert én közéjék előttem. Nagyon őszintén a saját munkatársaimra vagyok a legbüszkébb. Tehát azt látni, hogy most már van egy olyan komoly munkacsoport mögöttem, hogyha én tulajdonképpen holnap kiszállnék, azt hiszem, hogy ez nem volt hiába, és ez megy tovább nélkülem is, én erre vagyok a legbüszkébb.